Köszöntöm a Körzeli Televízió minden kedves nézőjét. Slominszki Krisztina vagyok, a mai adás műsorvezetője. A következő percekben híradónkban az elmúlt hét eseményeit láthatják. Híreink következnek. A digitális átállás folytatásaként az esztergomi körzeti televízió közel 10 millió forintos stúdióberuházást hajthat végre. Közösségi rádiók és televíziók csaknem 45 millió forintos műszaki fejlesztési hozzájárulásról hozott döntést a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa. A 110 millió forint keretösszegű pályázat idei első fordulójában 10 közösségi televízió és 4 rádió jutott pénzügyi forráshoz, köztük az esztergomi körzeti televízió is. A Magyar Média Mecénatúra program keretében létrehozott a közösségi médiaszolgáltató 2014-es műszaki fejlesztését célzó pályázat célja, hogy ösztönözze a helyi rádiók és tévék folyamatos, színvonalas működését. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának múlt csütörtökön meghozott döntése szerint a támogatott tévék között található az esztergomi körzeti televízió is. Székesfehérvár már készül az augusztus 20-ai ünnepségekre. Dr. Prokop Mária professzor asszonytól a következő sorokat kaptuk. Teljesen elfelejtődik, hogy Szent István király Esztergomban koronázták. Valamit tenni kellene a városunkban is, hogy az itteniek és az ország népe is megismerhesse Esztergom jelentőségét, történelmi szerepét. Mert Esztergom a magyar hazánk államiságának a megteremtője. 300 éven át, mint főváros, megalapozta a mai létünket is. Bízom, hogy gondolnak rá, hogy legyen a várban legalább egy ünnepi beszéd. Augusztus 20-án a bazilikai 10:30-es misét követően koszorúzáson a Szent István szobornál. Talán egy jó történelem tanár megemlékezhetne államalapító királyunkról. Hiszem, hogy méltó megemlékezést fognak szervezni. Zárta sorait a professzor asszony. Július 9-e és 13-a között a felvidéki Martoson második alkalommal rendezték meg a Martosi Szabad Egyetemet, amelyet Gubik László, a Villanova ifjúsági csoport elnöke nyitott meg. Azért jöttünk össze, hogy folytassuk a történelem írást. Tavaly egy elég erős és szilárd alapokat raktunk le az első Martosi Szabad Egyetemmel, és a nyitó fejezet, az előszava a Szabad Egyetemnek, a Martfestnek megíródott. Idén ezt további fejezetekkel és nagyon sok-sok oldallal szeretnénk folytatni. Szerencsés az az ifjúság, amelyek olyan igazodási pontjai vannak, amelyek mentén, illetve amelyekre figyelve az életét és a tevékenységet irányítani tudja. Az ifjúságnak mindössze az a felelőssége, hogyha megvannak ezek az igazodási pontok, ezek a álló csillagok vagy fénylő csillagok az égen, mert hulló csillagból van bőven, de azokat mellőzni kell, és azokra nem kell odafigyelni, de az álló csillagokra figyeljünk oda. Köszöntőt mondott Szász Jenő, a rendezvény fővédnöke, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. Mindenek előtt kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem a szervezőknek, kedves László, hogy a Kárpát-medence különböző helyszínei után itt Martoson nekem adatik meg az a lehetőség, hogy leróhatjuk tiszteletünket gróf Esterházy János emléke előtt. Bár egy csodálatos festmény és grafikai kiállításon vagyunk, úgy gondolom nem az én tisztem, vagy elsősorban nem az én tisztem méltatni az itt felsorakoztatott alkotásokat. És még talán nem is az én dolgom feleleveníteni Esterházy János életútját, annál is inkább, mert az mindannyiunk számára ismert. A rendezvény elején a Pozsonyi Magyar Galéria Esterházy János festmény és grafikai gyűjteményéből nyílt kiállítást tekintették meg az érdeklődők. A tárlaton bevezetőt Martinyi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke mondott. A Rákóczi Szövetség és a Kebelében működő Esterházy János Emlékbizottság nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, és főleg az, hogy itt lehet az Esterházy kiállítás, amit immáron 7-8 éve is tápol a Szövetség és az Emlékbizottság. Egy nyári ifjúsági szabad egyetemen vagyunk most itt, Martoson, a Martfesten.
Ez egy nagyon nagy dolog, hogy a Magyar Közösség pártja, ifjúsági csoportja is belátta azt, hogy az ifjúság politikai és kulturális nevelésében rendkívül jelentősége van egy nyári egyetemnek. A kiállítást Kalita Gábor festőművész nyitotta meg. Pozsonyi Magyar Galéria Omázs Eszterházy János festmény és grafikai gyűjteménye a második alkalommal megrendezett Martosi Szabad Egyetem helyszínén most magyar szívű képzőművészek alkotásain keresztül egy olyan ember, egy olyan mártír életútját mutatja be, aki soha nem hagyott el minket felvidékieket, aki nem külföldre menekülve, messzi földről próbálta üzenetek, publicisztikai értekezések, könyvek formájában feltérképezni sorsunkat, jövőnket, és élesíteni hírnevét régi demokrációk védőfala mögül. Eszterházy János mindvégig itt volt velünk. Ezután felelősséggel és hűséggel, új lendületben a Nemzetpolitika címmel fórum vette kezdetét, ahol a felszólalások sorát Durai Miklós, a Szövetség a közös célokért elnöke kezdte. Mai témánk ez egy örökzöld téma, legalábbis a 20. század vetületében, de a korábbi századok esetében is megállná a helyét, olyan értelemben, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy milyen is a nemzet egységesítés, nemzet egyesítés, nemzet integráció, hogy miért beszélünk erről magyar vonatkozásban, illetve mit kell annak érdekében tenni, hogy ez ne csak beszéd legyen, hanem valósággá is váljon, tevékenységé és eredményes tevékenységé váljon. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a 2010-ben alakult Nemzeti Összetartozás Bizottságáról is szólt, illetve arról, hogy a bizottság terme Eszterházy János nevét viseli. 2010 végén megalakuló Nemzeti Összetartozás Bizottságának lettem az elnöke, és a bizottsági termünk pedig, és meg nem mondom, 13-tól, talán 13 márciusától viseli az Eszterházy János nevet. Erre is nagyon büszke vagyok, ott van Eszterházy Jánosnak a fényképe a termünkben, és ott van a táblája, amely táblát egyrészt az alapítvány, másrészt az Országgyűlés és a Rákóczi Szövetség adományozott a parlamentnek, és talán szimbolikus is az, hogy a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a tárgyaló terme, az Országgyűlésnek az egyik legpatinásabb terme. Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke Eszterházy Akadémia megalapítását kezdeményezte. Ha ilyen pozitív példaképeink vannak, mint Márton Áron és Eszterházy János, akkor érdemes az ő példájukat, tanításukat társadalmasítani, ezért javaslom, kezdeményezem, bátorítalak benneteket, önöket, hogy hozzunk létre egy Eszterházy János Akadémiát. A felvidéki magyarság közös gondjainak megvitatására és miért ne jövőjének, a nemzet részeként való cselekvésének a fölvázolására. Tatabányán 2014. június 27-én tartották az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter alakuló közgyűlését. A tatabányai városházán tartotta alakuló ülését az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter. Az alapítók között megtaláljuk a tatabányai mellett a megyei önkormányzatot is. Hazánkban harmadikként a Borsodi és a Mecseki után megalakult az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter. A klaszter valójában egyfajta egyesülés, egyfajta szövetség egy bizonyos cél elérésére. Itt a cél, elsőleges cél a munkahelyteremtés, és mivel a nevében az, hogy bányászati, nyilván a bányászathoz kötődő munkahelyteremtésről van szó. Ebbe beleértendő a szénbányászat is, szeretnénk, hogyha ez újra működne természetesen új alapokon, az úgynevezett tiszta szén technológia mentén, de ide értendő a homokbányászat, a vízbányászat,
a bányászathoz kapcsolódó gépgyártás, szivattyúgyártás, egyéb gépgyártás is, sőt még a ezzel kapcsolatos kereskedelem is. Ennek jegyében a dorogi OMBKI szervezet kezdeményezte ennek a létrejöttét, majd megszólítottak minket is, hogy csatlakoznánk-e és régió szinten hozzuk létre. Örömmel jelentettem, hogy pozitív volt a fogadtatás, mert ma 32 alapítót várunk ide. Van egyfajta szövetség arra célra, hogy az uniós pályázati keretek a jövőben csak ilyen szervezeteken keresztül szerezhetők meg. Első részben szeretnénk összeszedni mindazokat az értékenket, amik vannak, és ebből egy kerek egészet készíteni. Ezt kell letenni az asztalra, hogy minősített legyen a klaszter, és ezt követően az valamennyi klasztertag jogosult lesz fejlesztési támogatásokra pályázatot benyújtani. Schmidt Csaba polgármester szerint az összefogás sok területen hozhat további fejlődést. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a földben lévő ásványvagyont ki tudjuk termelni hosszú távon. Akár legyen az szó vízbányászatról, akár kőbányászatról, akár szénbányászatról, vagy akár a szénnek a föld alatt történő elégetéséről, és abból energiatermelésből, úgynevezett tiszta szén technológiából. Ez a hosszú távú cél, de közben a klaszterben résztvevő vállalkozásoknak további lehetőségeik is vannak, hiszen lehetőségük van arra, hogy a bányászathoz kötődő iparágakban kiszolgálják esetleg az ország más területén nyíló bányákat, például gépek, bányagépeknek a készítésével, hiszen az ASG, a központi műhely mind a mai napig gyárt bányagépekhez különböző eszközöket. A szerveződésből a megyei önkormányzat sem maradhatott ki. Ebben a megyében a bányászatnak olyan hagyományai vannak, amikhez nekünk, hogyha valamilyen szerveződés történik, akkor mindenképpen a közünk kell, hogy legyen. Akár hogyha a tatabányai szénmedencét, dorogot mondjuk, vagy oroszlányt, mindenhol nem csak olyan hagyományok vannak, amelyek élőek, hiszen oroszlányban élőek, hanem olyanok, akik a bezárt bányákhoz kapcsolódnak. Ezek érzelmiek is, és hát természetesen vagyoniak, hiszen a bezárt bányák körül egy olyan szénvagyon van, aminek a kiaknázásáról, hasznosításáról nem mondhatunk le. A Szív a Szívért Alapítvány július 5-én Miskolcon szervezte a szívtranszplantáltak orvosbeteg találkozóját. Köszöntőt Lengyel Tibor, az alapítvány elnöke mondott. Követően nem minden későn jövök ki. Engedjétek meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem mindannyiunkat. És az elnök itt rendelve véve is van, meg az újdonságokkal, meg az egyebekkel majd úgyis a merülbe fog. A elnöknek úgyis az a feladat, hogy a lóvét a zsebre tegye. Ezután Matuszka Lászlóné, az alapítvány titkára szólt a megjelentekhez. Első feladatom az lenne, hogy én is szeretettel üdvözlöm a megjelent vendégeinket, és én is köszönöm a meghívásukat, de ugyanakkor szeretném bemutatni nektek, mert vannak új a Kokiból is, meg a Városmajori Klinikáról is. Dolgos László, a Szív a Szívért Alapítvány alapítója a következő gondolatait osztotta meg a találkozó résztvevőivel. Valóban professzor úr segített ebbe, nagyon jó helyünk, nagyon érezzük magunkat. Köszönjük ezt a Lacinak és a Melinda nagy munkájának, és nektek, hogy megtiszteltetek újra bennünket, és remélem, hogy ez a kis dolog, amit mi azért igazából én szerintem kicsit nagynak is tartunk, a nagynak tartunk. Minden évben próbáljuk úgy, hogy a Melinda is mondta, kicsit kibővítve, új arcokkal. Már van egy fülesünk, nem akarom elmondani, majd erre a hivatottak majd elmondják. Tehát van jövőre is egy kis elképzelésünk, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást ehhez a kis hivatalos részhez, pedig hát egy kis odafigyelést, és köszönjük, hogy megtiszteltek a doktornő és a professzorral. Dr. Szabolcs Zoltán professzor a civil szervezetek fontosságáról szólt. Azt kicsit sajnálom, nyilván önöknek ebben szerepe van a nyárnak is, meg a szabadságolás időszakban, hogy azért lehetnénk többen. Amit végig kell gondolni, hogy miért nem szaporodik úgy, nem a szaporodás szót, mert valaki félreértelmezi, de miért nem emelkedik úgy ennek a társaságnak a száma. Dr. Szopka Tibor, a Szent Ferenc Kórház orvosa kardiológus szemmel a rehabilitációs ellátásról osztott megismereteket.
Tulajdonképpen van az aktív ellátás, ahol végül is az akut kardiológiai betegségekkel foglalkoznak, és aztán utána még emellett van egy rehabilitációs ellátás, ami elég kevés intézetben folyik, lévén nem sok intézet van Magyarországon. Hát nálunk kardiológiai rehabilitációs ambulancia van. Igazából én azt gondolom, hogy mi most a szívtranszplantáltak kérdését áttekintve ezt az egész feladatkört, ezt azt gondolom átadtuk a regionális központnak, Debrecennek. Dr. Balog Orsolya, a Városmajori Kardiológiai Központ orvosa az intézményük által ellátott betegekről szólt. Akkor hadd mutatkozzam, én Balog Orsolya vagyok, a Városmajori Kardiológiai Központban gondozom a szívtranszplantált betegeket, akit esetleg nem találkoztunk tavaly, vagy nem ismerne. Először én is hadd köszönjem meg, hogy újfent itt lehetek, és találkozhatok Önökkel ezen az eseményen. 2014. július 9-én legördült a gyártósorról a Magyar Suzuki gyártotta 2,5 milliómodik gépkocsi. A harmadik generációs 1200 köbcentis fehér Swift a magyar utakat rója majd. A Magyar Suzuki ZRT, a cégcsoport egyetlen európai gyártóvállalata 23 éves történetét számos népszerű Suzuki modellgeneráció fémjelzi. A 2 milliós darabszámot 2012-ben a cég alapításának 20. évfordulóján érte el a termelés. Most újabb jeles pillanat érkezett el a vállalat életében. Az alkalmazottak odaadó munkájának köszönhetően legördült a sorról a 2,5 milliómodik gépjármű, egy harmadik generációs GL felszereltségű Swift. Az ünnepelt modell fehér színű ötajtós és 1,2 literes motorral, kéziváltóval, légkondicionálással van felszerelve. Július 5-én került megrendezésre a 10. esztergomi veteránjármű találkozó. Következő képeinken a Bazilika parkolójában kiállított autókat csodálhatják meg. Adásidőnk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép hetet kívánva búcsúzom. Viszontlátásra!